oktatás online prédikától bizonyára többen találkoztak is már az online felületeken az ő sokat utazik, nagyon nagy szeretettel segít a vidéki Krisna tudatú hívőknek, hogy csapatba szerveződjenek és olyan életet élessenek, amivel mi is próbálkozunk. És most éppen nálunk van látogatóban, és olyan kedves, hogy tart nekünk egy előadást, a Sikeres Emberek Szemével címmel, és a programunk menete általában, és most is az lesz, hogy ő megtartja az előadását, amihez utána lehet kérdéseket fűzni, vagy érdeklődni, lehet beszélgetni, és egy kis vegetáriánus kóstoló, mivel ma egy bőgnapunk van. Üdvözlöm nagy szeretettel benneteket. Köszönjük szépen, hogy eljöttétek. Most már időjárás szempontból nincsen nagy alternatíva. Amikor még szép az idő, akkor el lehet menni valahova szép helyekre kirándulni. Most már annyira nem annyira kedvező. És ki, aki először van egy ilyen előadáson? Nagyon jó. Akkor üdvözlöm, akik először vannak, elsősorban, és nem az utolsó sorban azokat, akik nem először vannak. Fogunk beszélni erről a fontos témáról, sikeres emberek szemével, ők hogyan látnak, mit jelent. Párhuzamosan fog menni az a téma is, hogy hát mi az a sikeres. Van egyáltalán sikeres, mert annyi variációt lehet hallani, ki a sikeres. Mi megnézzünk. És általában emberek ilyen konfliktus helyzetbe kerülnek a sikeres emberrel kapcsolatban, mert valakik azt mondják, hogy aki gazdag, az sikeres, valaki azt mondja, hogy nem, akinek van jó családja, az sikeres, vagy aki az egészséges, az sikeres, vagy valaki, aki lett nagy vezető, vagy megnyerte X-faktort, akkor az sikeres. Ez mindegyik sikeres, ez nem konfliktus. Mi azt fogunk látni, hogy van többféle siker, az igaz, szóval nem utasítsunk el egyiket se, de egy rendszerbe fogunk hozni, hogy mit jelent az a siker, mit jelent, hogy és hogyan látnak, és mi az alapja a különböző sikernek. Ezért, mivel a látás, előbb megmutatom a mai tervet. Na, lekapcsolta megint magát? Le. Akkor mindjárt újra kapcsoljunk a kütyüt. Nem szereti nagy szüneteket tartani, úgy látszik. Mindjárt egy pillanat, tudjak így innen irányítgatni. Jó, és akkor indul, reméljünk. Hopsz, működik a technológia. Fogunk beszélni háromféle sikerről igazából, három szinten sikerről. És ez pont befolyása a látását, ma mindjárt ezt megbeszéljünk. Fogunk beszélni
az agy, az agyunk testet képvisel. Mi kicsit megnézzünk, hogy hogy működik az agyunk. A szív képvisel a mi finom testet, vagy pszichikánkat, a tudatunkat. És a lélek minket képvisel, mert mi vagyunk a lélek igazából. És lehet sikeres lenni többféle helyzetben, többféle szinten. És kezdjünk azzal, hogy akkor a látás, ugye hogyan lát, és mit jelent, hogy látás. Védikus rendszer magyarázza, hogy a látás vagy a tudásunk, vagy a célunk, vagy a sikerünk azon múlik, hogy mi hogyan látunk az életünket, a világunkat, az embereket, az univerzumot, hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, hogyan kapcsolódik minden Istenhez, ezen múlik az egész. Erre általában, és ez, hogyha mi most megnézünk, ez erről mondja a Véda, de egész világunk ez szerint működik. Először mondom egy szót, hogy a látás, vagy igen, látást úgy neveznek szanszkritul darshan. A darshan, ez azt jelenti, hogy látok, vagy tudok. Szóval gyakorlatilag a látás képvisel a mi tudásunkat. Mert a védikus rendszerben arra azt az embert neveznek, aki tud, aki lát. Szóval ott nem az információról van szó, vagy itt is, amit mi fogunk beszélni, hogy én elolvastam valamit, és én tudom, hanem hogy én itt látom. Mert mi el tudjunk olvasni, mi lelkek vagyunk, de nem látunk, akkor mi nem tudjuk. Mi olvastunk a karmáról, ki már hallott a karma törvényről? Igen, de látunk, hogy működik? Akkor nem tudjunk. Aki tud, az lát. És a darshan az pont azt jelenti, hogy megvalósított tudás. Szóval ezt szerint tudok látni. És ezen alapszik, hogy hogyan látja ember a világot, saját magát, mennyire tisztább a valóságot lát, vagy szökősebb a valóságot, mert valóság egy van. Lényeg az, hogy mi, szia, hogy hogyan mi látjunk a valóságot, mennyire megnyílt előttünk. Mert lehet látni csak annyi, hogy mint a kis ilyen kulcsrés, hogyha mi azt keresztül nézzünk valamit, vagy teljes mértékben. És minden szűkösebb a teljes képről a látásunk, annál torzított lesz kép az egészről. Ez egy érdekes dolog. Amikor fókuszál a látásunk, akkor nem lesz tiszta kép az egész valóságról. Szóval akkor a darshan azon múlik. Például egy pár példát mondom, vannak emberek, akik úgy látják a saját életüket, hogy nekem, én most egyszer élek, és nekem most kell mindent kipróbálni. Akkor ő ezt szerint gondolja, hogyha minél több dolgot kipróbálom élet során, annál sikeresebb vagyok. Valaki úgy látja, hogy hát ebbe a világban, hogyha te vagy fölül, mindenki fölött, nem engedsz, hogy téged kihasználjanak és téged irányítsanak, akkor sikeres vagy. És akkor elkezd könyökölni, bármit megteszi, csak ő legyen föl. Akkor ő így lát. Szóval láthatjunk, hogy a látáson múlik, hogy ki milyen sikeres lesz. És lehet így is, meg lehet úgy is. És mi most akkor megpróbáljunk egy teljes képet összerakni. Elkezdjünk a testtel. Megnézzünk, hogy működik a test, és fogunk nézni, hogy milyen, főleg a testnek az agyát fogunk nézni, mert ez egy fő számítógép,
nagyon jó hírek vannak a tudósokról, tudósoktól, akik tapasztalták a kutatások által, hogy nem az agy a fő dolog, az majd mindjárt meg is nézünk. Egy fontos dolog, mint a mondjuk egy autóban, ami tele van számítógéppel egy autó, a számítógép autóban nagyon fontos, de nem az a lényeg. Mi a fontos az autóban, mi a fontos, a legfontosabb? Ki? Motor. Motoron kívül. Vezető. Ez az. Nagyon jó. Vezető. Igen. Motor is fontos, mert nem megy motor nélkül se. Szóval így van. Ugyanúgy a testünk az agy nélkül nem működik, a gyomor nélkül nem működik. Kell minden, de nem az a... De ez még nem az ember. Ez nem mi vagyunk. Szóval a test, ez egy gép. Most egy kicsit megnézzünk, hogy hogy működik egy gép. Itt sok információ most nem is annyira védikus lesz, amennyire a modern tudósoknak, a kutatásoknak zseniális eredményei, ami egyezik a védákkal. Ez egy jó, mert hogyha mi tudjunk valamit ellenőrizni, egy tudást, hogy az mennyire hiteles és igazi, hogyha egyezik a védákban, mert a védákban már régóta le van írva minden, az agyról, mindenről. De mi most erről a szempontból nézünk. Szóval a lényeg, hogy a mi testünk az egy gép. És ezen fog múlni, hogyha én így látom, hogy gép, akkor egyféle siker lesz számomra. Hogyha úgy látom, hogy én vagyok ez a test, akkor másféle siker lesz a számomra az értékrend. De nagyon fontos, hogy hogyan látom, milyen szemszögből. És mindegyik is igaz, csak majd utána kicsit később összehasonlítjunk, hogy milyen különbség van, amikor én a test szerint sikeres akarok lenni, vagy amikor én tudom, hogy nem vagyok ez a test, akkor annak mi a sikere. Jó, akkor egy kicsit elmegyünk egy kutatás utazásra. Most úgyse lehet utazni, szerintem a turisztikai irodák most nem tudnak engedni nekünk, hogy elmegyünk, valahol utazunk, de az agykutatásba el tudjuk most utazni. Hát nem pont National Geographic lesz, de valami ilyesmi. Nem fogunk teljesen ez minden megtanulni, mert nem agysebészre készülünk itt a mai estén, hogy holnaptól mindenki fog menni és műteni az embereknek az agyát. Nem. Egy fontos ez a kép, amit mutat nekünk, hogy nagyon bonyolult az agyunk. Ez csak egy töredék, ami most itt fel van írva, egyáltalán nem muszáj ezeket megjegyezni. De annyira bonyolult az agyunknak a működése, hogy nyilvánvaló, hogy egy ősrobbanás által nem jöhet létre egy ilyen dolog. Hogy ez meg van tervezve, és be van programozva. Egy komoly számítógép. Például, hogyha mi megpróbáljunk követni a ősrobbanási elméletet, akkor vegyünk meg a legjobb számítógépet, szedjünk szét, dobáljunk szét, vagy robbantjunk fel, az még jobb, mert akkor ez hitelesebb lesz, és várjuk, mikor abból a számítógépből magától lesz újra számítógép. Nem. Mert olyan bonyolult a rendszer, hogy hát még semmi rendszer nem fog összejönni egy robbanás után. És itt most ezt mutatja. Oké. Agyból, ami ma fogunk tanulni, csak három dolgot fogunk tanulni. Ez így jó, nem? Meg lehet jegyezni. Nem ezt az egész nagy listát. Három dolog. Miért? Mert ezt befolyásolja, vagy meghatározza, hogy mi mennyire... melyik dolgot használjunk a háromból, mert három szintes az agyunk, akkor melyiket használjunk, akkor ez meghatározza, milyen sikeresek leszünk, és mennyire.
Oké, itt van ez a három rész. Van akkor három szint. Van az első, hüllő agy. Ezeket, hát itt lehet, hogy ösztönök, akkor van limbikus agy, ez általában érzelmek, de mindegyik érzelmekről van szó, és van neokortex, magyarul agykérek. Következőre megyünk. Itt van egy kicsit így egyszerűbb, jobban lehet látni. Külön van szedve megint a dolgok, akkor itt van a hüllőagy, és akkor a limbikus agykérek. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy hát a tudósok itt kapaszkodnak néhányan, nem mindenki, de van, akik azt mondják, na itt lehet látni az evolúciót. Mert hüllő agy, hogyha mi megnézzünk itt erre a kis ábrára, és utána itt, hogy először az evolúció során kifejlődött egy hüllő. Akkor az fejlődött tovább, fejlődött, és akkor kijött, kinőtt erre a hüllő agyra a limbikus agy, és akkor lett állat. Aztán fejlődött tovább, milliók, milliárd évek, és akkor kifejlődött neo. A neo az azt jelenti új. Ez az új dolog, neokortex, vagy agy a kérek, és akkor létrejött az ember. Nem igaz. Ez különböző processzorok, mint most a számítógépben is van grafikai processzor, van ilyen processzor, ugye többféle, és valamikor kettő grafikai processzor van egy számítógép belül. Szóval ez minden ember utánozza, hogy hasonlóképpen működik a számítógép, mint az embernek az agya. És most megnézzünk, ami mire való, mi a funkciókat végez egyik, második és a harmadik, és utána össze fog állni nekünk a képünk, a hogyan látunk. Igen, most egy kicsit még informatikus lesz az előadásunk, de kezdjünk ezzel a kis hüllő aggyal. Akkor mire felelős? A hüllő agy az a legleg alapértelmezett ösztönökre felelős. Mint a van számítógép, hogyha mi általában, hát van az alaplap számítógépen, és hogyha nincsen semmi installálva, akkor is van egy alapprogram, amin fut a számítógép, be lehet kapcsolni. Másképp, hogyha ez nem lenne, akkor nem lehet felinstalálni Windows-t, vagy valami mást, Linux-ot. Szóval van egy alap dolog, ugyanúgy alapprogram az már benne van mindenkiben. Ez állatokban is van, hüllőkben van, és emberben is van ez a hüllő agy, ami akkor túlélés, szaporodás, éhség, alvás, ezeket az ösztöneket kontrollálja. Ez mindenhol ott van. Hüllő is akarja ezeket csinálni. Ember, ez be van programozva. Ugyanakkor milyen érzelmeket tud, vagy felelős érzelmekért, akkor állatfélelem, harag, fájdalom és állati kéj. Szóval ez egy kontrollálatlan ösztönök, amik általában mindenhol ott van. Akkor nézzünk a limbikus agyot. A limbikus agy az már több funkcióért, kicsit magasabb rendű funkcióért felelős, de még mindig nem a emberi. Akkor nézzük meg először, hogy mire felelős. Akkor jutalmak és a büntetések. Ugye állatok azért működnek a cirkuszban, mert kapnak cukorkát, vagy ostort, és akkor már viselkednek is. Akkor valamint társadalmi, ez a csorda ösztönök, ez van az állati világban, ugyanakkor az embervilágban ez nagyon jól működik, hogyha bejelentenek, hogy holnap lesz a végkiárosítás a Tesco-ba, akkor mindenki oda megy. Csorda
hatás, vagy igen. És akkor mennek egy helyen, mindenki szeret ugyanazt csinálni. Hogyha a reklámban valamit, új dolgot reklámoznak, azonnal mindenki akarja megvenni, hogy megmondják, hogy figyelj, nem is kell fizetni, mi fizetjünk. Hú, hát akkor biztos megyek, szeretnék azt a dolgot megkapni. Hosszú táv a memória is benne van, nem végleges, ez hosszú táv, ez csak egy erre az életre szóló, mert nekünk van egy másik memória, ami sok életre szól. Érzelmek, akkor ez az agy, a limbikus agy eredményez stresszreakciókat, a harc vagy menekülés, ez azt jelenti, hogy hős vagy áldozat. Hogyha mi megnézzünk, az életünk során mindig erről van szó. Vannak hősök, akik mindenkinek mindent megmutatnak, és vannak áldozatok, jó, persze, igazad van, jó, velem mindig ez meg lehet csinálni, és akkor én nagy áldozat vagyok. De általában úgy működik, hogy először leszünk hősök, utána leszünk az áldozatokat. Mert minden hősre majd lesz egy másik hős. Ebben a világban mindig úgy fog történni, hogy vége mindig áldozat lesz. Mint hogyha megnézünk emberre, emberi világot, megnézünk akár a diktátorokat, hősök voltak, jött a forradalom, megölték. Áldozat lett, pedig évekig ő volt a nagy diktátor. Ugyanúgy állati csordában van most a hős az egyik, mondjuk farkas, de aztán majd ő öregszik, jön a másik farkas, ő lesz a hős, ez már áldozatnak fog esni. Oké, akkor van egy érdekessége még, hogy itt van egy szó, hogy prejász, hogy ezzel a limbikus aggyal az embernek van ösztön teljesíteni olyan kellemes dolgokat, amit most akarok szerezni. Szó prejász, ez a szanszkrit szó, ez azt jelenti, hogy engem érdekel, most mi van, mi lesz utána, az nincs is olyan kérdésem. A védikus rendszer szerint azt mondják, ez nem jó, embernek inkább jobb mindig most azt csinálni, ami hosszú távon jó lesz. Általában ezt tudjuk látni gyerekekben, amikor ő nem menne iskolába, nem? Mert mi a pillanatnyilag jó? Otthon pihenni, nézni tévét, vagy játszani, de a szülő, ő tudja, nem, ez lehet, hogy most jó, és kényelmes neked, de jövőben nem fogsz tudni dolgozni, nem lesz sok minden java, amit neked tud adni a tanulás. És akkor szülő tud segíteni gyereknek hosszú távra cselekedni. Szóval ez a prejász, ez ami most nekem tetszik. És nem érdekel, mi lesz holnap. Így működik a kábítószer függessége, a cigaretta, alkohol. Most, nekem most jó. Mi lesz utána? Nem érdekel, de tudjuk, utána nagyon nagy probléma lesz. Oké, akkor irítség. Ez a macária szó, ez is egy szanszkrit szó, rivalizálás, uralkodási vágy, hatalomra vágy, hogy én szeretnék dominálni. Mert hogyha dominálok, akkor ahogy beszéltem kicsit elején már, akkor sikeres vagyok. Körülbelül ilyesmi sikert tudjunk elérni, de tudjuk, hogy örökké nem lehet maradni egy ilyen magas pozícióban, előbb-utóbb le fogunk csúszni. Legfeljebb az a zsiráf hamarabb meghal, amelyiken rajta vagyunk. Legalább, ha már nem lesz más valami dolog. De amikor van ez az irítség, és engem rögtön zavar, amikor van szomszédnak, és nekem nincs, valakit megdicsértek, nem engem,
akkor hogyan intézek az, hogy engem dicsérjenek, vagy őt ne legyen miért dicsérni, akkor majd én elmondom, hogy ti nem tudjátok mindent róla. Mivel én mellette lakom, mindent tudom, és ezért ő nem érdemes erre a dicséretre. Akkor ez volt a limbikus agy. Következő ez a neokortex, vagy agy kérek. Ez, ami különbözteti embert az állattól, az állatoknak az nincsen, az agykéreg, az embernek van, és mit jelent az? Már elején említettem, hogy mi nem vagyunk ez az agy, de akkor az agy különbözteti minket az állattól? Nem. Mivel mi lelkek vagyunk, és amikor a nekünk, mint lelküknek a tudatunk nagyon nyitott, akkor mi megkapjunk emberi testet, ahol az agy megengedi ennek a tudatnak megnyilvánulni. Mert az állati agy, az korlátozza a tudatot. Azokat, amit most felsoroltunk, funkciók, érzelmeket, amit eredményez. És most nézzük meg itt az agykéregnek, mik a jellemzők. Akkor elemző képesség. Aha, állat nem tud elemezni semmit. Ő nem tud értékelni most ezért. Ez így jó, ahogy van, vagy más hogyan kell csinálni, vagy van igazom, vagy nincs igazom. Akkor elemzés képesség, ez egy fontos. Kreativitás. Csak ember tud kreatív lenni, felépíteni egy épületet, állatot nem tudnak építeni. Hát fészekeket tudnak, persze, néhányan kimál ki ásni a kis lukat a földbe, de valamit kreálni, ez csak ember tud, ez benne van az agykéregben. Akkor okozott összefüggéseket tud látni. Egy ember van képessége megérteni, hogy ez ezért történik, mert ez is ez, és ez volt az előzménye. Például, nem fogok belemenni nagyon mélyen, de itt van az a pandemik, a Covid, aki jól használja az agykérget, akinek ez nagyon működik, az neki kell látni az okozatot. Egyik okozat ezek a mikrobák, amik vannak, de másik okozat, hogyha le van korlátozva az egész világ cselekvésbe, ez azt jelenti, hogy az oka annak az volt, hogy rossz irányba élnek az emberek. Nem megfelelő cselekvést végeznek, nem tartanak be Isten törvényeit, és most kaptak figyelmeztetést, hogy vigyázzál, mert nem fogsz változtatni az élet irányt, nem tanulsz meg, hogy hogy kell máskor élni, akkor megint lesz vagy ez, vagy lesz következő figyelmeztetés, ami kicsit erősebb lesz. Mint amikor szülő látja, a gyerek nem csinál valami jól, akkor először így finoman mondja. Mert mindig folytatja a gyerek, még erősebben. Utána már, hogy mondjuk, nyomatékosan próbál átvinni rajta az kommunikációt, és gyerek rögtön, utána a gyerek, jaj, miért rögtön kell ezt csinálni, nem lehet normálisan? De hát én már normálisan sokszor mondtam, figyelmeztettelek, drágám. Szóval ez az okozat, ez nagyon fontos. Nem lehet sikeres valaki, aki ezeket nem látja, mert nem tud globálisan változtatni irányukat. Mert valamikor a sikerhez kell egy nagy változás, nem csak egy kis kanyar. Szóval ez egy állat nem fog tudni megérteni, sose. Hát ő nem is szegi Isten törvényét. Akkor van képesség már meditációt végezni, önfegyelmezés, önvizsgálat folyamata során, szóval ezek történnek. És nézzük meg, milyen érzelmek vannak. Érzelmek is sokkal magasabb, mint egy átlag embernél, vagy az állatnál. Inkább
Ott lehet már szó a szeretetről, önzetlenség, mert szeretet az önzetlenség. Akkor önfeláldozás másokért. Egy példa, ami nem egy újdonság, ott volt a Jézus Krisztus, ő feláldoztotta magát. Nem az, hogy én áldozat vagyok, hanem önáldozatot azért, hogy mindenki megszabaduljon a bűneitől, akkor ezt megtette mások javáért ez a szeretetje. Hála, öröm, akkor szabadság, és akkor ez a szabadság vágyni arra, amire én akarok vágyni, nem ami rám van erőltetve kultúrával, családdal, médiával, országgal és a többi. Szóval ez egy szabadság, hogy én szabad vagyok, hogy én döntsek, mire vágyok, nem amit nekem így rám nyomták. És akkor itt van a Sreyász, hogy én csak ez az ember, aki, vagy csak az ember rendelkezik lehetőséggel jövőre gondolni, mi az, ami nekem jó. Lehet, hogy most nekem kell kelni, kell fegyelmezni magát, csinálni dolgokat, de ezt tudom, hogy jövőben ezt nagyon nagy siker fog nekem eredményezni, ez a Sreyász. Jó, ami idővel lesz. Hát például, hogy mondjuk szeretjünk epret. És akkor valaki ülteti a palántát, és az, aki, az a Sreyász, aki rögtön most akarja jót, aztán ma leülteti, holnap jön, hát nincsen semmi, nem működik, akkor el is tapossa az egész növénykét, mert nem, nekem most kellett. És akkor sose fog kapni sikert a eper aratásról, de aki intelligens, és ez a Sreyász, tudja, hogy most lehet kis lemondások, lacsolni, gazolni kell, figyelni, időt, energiát fektetni, de aztán majd lesz eper. Ugye ez a Sreyász. Oké. Szóval így három szint van az agynál. Mindjárt fogok megnézni, hogy különböző a funkciók, különböző szintek mit eredményeznek nekünk, és utána megnézzünk, hogy akkor mi az, ami érdemes látni, és mi is, hogy látja egy sikeres ember. És az lesz, hogy ez nem csak ilyen, na akkor igen, megtudtunk, hogy lát egy sikeres ember, és azzal mentünk, hanem erről van szó, hogy mi is tudjunk így látni, és mi tudjunk lenni sikeresek. De mielőtt arra megyünk, még egy kis információ az agyról. Hogy az agy sejtek vagy neurónok, azok az ember agyában van 85-90 milliárd. Vagy az vagy idegsejt, bárhogy lehet mondani, annyi van. Hogyha mi megnézünk egy kicsit összehasonlításra, akkor van drozofila, ez egy pici ilyen kis muslica, amilyen a tökökre száll, meg ilyenek. Neki csak 100 000 neuron van. Akkor egy egér rendelkezik 70 millió neuronnal. A macska 1 milliárddal, a majom 10 milliárddal. De az ember 85-90 plusz-minusz a sejtel. Az már nem írtam ide, hogy bizonyos korban hogyan esik szét az agyunk, hogyan ezek a ezresével, valamikor tízezresével naponta haldoklanak, vagy elhalnak ezek a neurónok. És a végén megmondom, hogy mit lehetne vele csinálni. Kicsit később. A teljes testnek a tömegből csak 2%-a, viszont az energiafogyasztás, meg jó, nem kell fizetni áramot az agyért, mert jó, sok számla lett volna, nagy számla, meg 20%, nagyon-nagyon sok energiát fogyasztja. Hát, hogyha rákössünk egy mondjuk LED világítást, akkor 25 wattos világítást lehet üzemeltetni.
lehet, hogy valamikor megcsinálnak olyan telefont, amikor beszélsz, mert már úgyis vannak telefonok, ami kábel nélkül lehet tölteni, és akkor lehet, hogy olyan lesz, hogy akkor az agy mellett van a telefon, töltődik az agytól. Csak nem tudom, ez mennyire le fog minket meríteni. Akkor jött ilyen... átadtunk energiát a telefonnak. Az agykéreg vastagsága 4 mm, hogyha valaki elfelejtetten régen járt iskolába, hogyha egy pár ilyen a Tesco, Ocean, Metro bankkártyát összerakja, ilyen 3-4-et, akkor az lesz 4 mm vastagság az agykéregnek. De hogyha mi ezt kiterítjünk az agykérget egy helyiségben, akkor 20 négyzetméternyi lesz. Össze van pakolva rendesen. Véletlenül egy robbanás után így össze van csomagolva az agyunk. Aztán még nézzünk egy pár más dolgot. A sebesség, mint van a processzoroknak is sebesség, mindig ezen múlik, hogy milyen sebességű, 350 km/h. Azt mondják a szakértők, hogy ez lassú, az nem gyors. Az még nem gyors. De mindjárt meg tudjuk, hogy... De akkor hogyan tudjuk mi így gyorsan csinálni dolgokat? Mindjárt. Akkor 640 km az agykapillárisoknak a teljes hossza. Hát ezt én tudom, hogy innen Békés Csabáig 500 kilométer. Akkor ez már jó Romániába elmenni, ott van a románi határ, még egy 160 kilométer plusz. Akkor 10 millió szinapszisok száma van, és hát nem tudom, ki matekos van itt nálunk, tudós matikában? Nincsen. 10 plusz mennyi? 3, 6, 9, 12, 15, 0. 10 plusz 15, 0 másodpercenként ennyi egyszerre funkciókat végez az agyunk. Az nagyon bonyolult. Még nincsen olyan számítógép. Most vannak milyen 3, 4, 8 magos számítógépek, és így ennyit csinál. Ezért így gyorsan működik, mert egyszerre több-sok minden történik. Szóval ez a számítógépünk, ez az agyunk. Agy kontrollál az egész szervezetet, mint egy számítógép, minden, hogy milyen hőmérséklet most is ülünk, működik, hogy oké, okay, akkor kell emészteni, akkor kell hűteni a szervezetet, vagy kell fűteni, mert a bőrfelület, ez a hőmérséklet érzékelő, az egész bőrfelület. És akkor így figyeli az agy. Aha, most ez, akkor jó, akkor nem kell semmi. Most, hogyha túl hideg van, akkor kell fűteni, akkor beindul a fűtés, észre lehet venni. Amikor beindul a fűtés, akkor a jobb orluk aktív lesz. Amikor beindul a hűtés, mert velünk van, akkor bal orluk lesz aktív. És akkor az agy kapcsolja ezeket a dolgokat. Most is meg lehet nézni, nem lélegzünk két orlókkal egyformán. Sose ilyen nincsen. Csak néha van, ritkán egy rövid időre, amikor beáll a testünk, mert a testnek is kell szinkronizálódni bizonyos időpontokban. Be van szinkronizálva, működik. És akkor így, akkor ez, akkor az emésztés, menjen, ne menjen, és sok minden. Hogy megy a vér. Ez csinálja az agyunk. Befolyásolja a tudatunkat. És hogyan? Például, hogyha valami fáj, valamilyen szervem, akkor ez a fájdalom az elmegy impulzus az agyba, és akkor agy befolyásolja a tudatunkat, majd mindjárt megtudjunk, hogy hol a tudat, mert agyban nincs tudat. Mindjárt már érkezünk a tudathoz, mindjárt közel vagyunk. De a lényeg, amikor a tudat, amikor az agy kapta impulzust, valami fáj, adja át a tudatnak, és akkor rossz kedvünk van. Fáj a fogam, ki szokott nagyon viccelni, akinek fáj, amikor fájt a foga. Ilyen vidám lenni, olyan szép és jó, most érzem magamat a legjobban. Fáj a fejem, hát ez pláne jó.
Nem, akkor nagyon rossz a kedvünk. És fordító is működik, amikor rossz a tudatunk, az befolyásolja a szerveket. A negatív érzelmek ki szokott kapni, legalább egyszer életében van már, aki kapott negatív érzelmeket? Mi történt történik a gyomorral? Gyomor görcs, akkor a szívvel kezd nagyon verni, és a többi. Szóval ugyanúgy, ahogy az agy is tudatra, ugyanúgy agy keresztül a tudatunk befolyásolja a szervünket, a szervezetünket. És most mi ez a tudat, mi a kapcsolat? Most megnézzünk. És ne veszítsünk a fonalat, hogy mi az előadásnak a címe. Nehogy valaki azt gondolja, hogy vállaltuk. Elején bejöttem egy előadásra, de itt valami most ilyen a mikrobiológiába kerültem. Nem, mindjárt össze fog állni a kép. Na, itt a lényeg, hogy van még egy fontos szervünk, a szívünk. Na most a tudat, el tudjátok képzelni? Nem az agyba van, hanem a szívbe. Szív mindennek a központja, és a szívben van a tudat és a lélek. A magyar nyelvnek egy pár kifejezése bizonyíték arra, hogy valamikor magyar ember rendelkezett ezzel a védikus tudással, amit mesélek. Mert mikor megköszönti valaki, hogy tettünk neki valamit, mi hogyan szoktunk erre válaszolni? Agyassal, vagy májassal? Szívesen. Vagy veséssel? Szívesen. Az mit jelent, hogy szívesen? Hogy lélekből csináltam neked. Önzetlenül. Én ezért csináltam, hogy örömet kapjál. Ez a szívesen, ez azt jelenti. Nem adjasal, mert ott nincs. És akkor ez a szó, hogy szívesen bizonyítja, hogy a magyar ember tudta erről valamikor. Most már ez csak egy tartalom nélküli buborék kifejezés marad, szívesen. Vagy hogyan szeretek valakit? Szeretem tiszta szívből, vagy tiszta szívvel, vagy teljes szívvel, nem teljes aggyal. Képzeljétek-e, fiatalok először randivóznak, és akkor mondanak, ó, teljes aggyal szeretlek. Ó, én pedig májból szeretlek téged. Nem, szív. Mert ott a lélek. Mert szeretni tud a lélek. Az agy, az máj nem tud szeretni. A védikus rendszer rögtön mondja, igen, hogy itt most van egy ilyen Hari Vamsa, egy szentírás, amit pont erről beszél, hogy a test középpontján ott a szíve van, ott van az elme, ott vannak az érzelmek, ott van minden. És vannak szinonimák, amikor a védikus tudósok beszélnek szívről, akkor sokszor sok mindenre mondják a szív. A tudatra, a lélekre, az érzelmekre mindig mondanak szív, szív, szív. És akkor itt vannak ilyen csittám, ez a tudat, csettáz, hridajám, az is a tudat, de akkor a szívet is jelenti, szvantam, hrid szó szerint azt jelenti, hogy szív. De ugyanakkor, amikor azt mondják, hogy szív tisztítása, az a tudat tisztítása. Manaszám, ez az elme, vagy manasz, szóval ezek mind szinonimák, amit a tudatról szólnak. Na most fogunk összekapcsolni, akkor mi a kapcsolat az agy és a szív között, és utána fogunk látni, hogy hogyan lát és ember, a különböző látás lehet, és ez különböző sikert fog eredményezni. Jó? Megyünk. Még egy kis informatikus a szívről. Most volt az agyról, most a szívről. Akkor szív kontrollálja a szervezetnek összes ritmusát. Nekünk van sok ritmus. Ki volt már egyszer diagnosztikánál, ajurvéda orvosnál?
Jó. Aha. Jó. Aki még nem volt, legalább egy ilyen kis kísérlet kíváncsiságból, kedvéért ajánlom elmenni egy diagnosztikára. Akkor fogtok látni, hoppá, hoppá, érdekes. Mivel a szív ismeri az egész testünknek a működését. Mindent, mindent tud rólunk a szívünk. Ezért, amikor egy igazi ajurvéda orvos vizsgálja, akkor nem kell röntgen csinálni, nem kell műteni, meg vannak ilyen diagnosztikai műtétek, mert nem kell csöveket nyelni, akkor nem tudom miket még, nem kell, semmi nem kell csinálni. El fogunk jönni az orvoshoz, rárakja három ujjat, és mindent elmondja rólunk. Mindent, mert szív kommunikál. És akkor elmondja olyan dolgokat, ami történt velünk valamikor sok ezer év ezelőtt, vagy hát tíz éveket ezelőtt, mikor fiatalabb voltam, miket csináltam, és ezért most ez van velem. Hogyha valaki mondjuk terhes, és még csak harmadik nap, ami még semmi gép nem mutatja, a szív már megmutatja, ott már van. És akkor szóval minden ritmusáért felelős a szívünk. Régen, amikor a királynőt hívták, királynőhöz hívták ajurvéda orvos, hogy csináljon diagnosztikát, a királynő érinthetetlen volt, és nem királyon kívül senki nem érintheti se a kezét, semmit a királynőnek. Ezért úgy csinálta, kötötték egy madzagot a csuklójához, az ajurvéda orvos megfogta a másik végét, és így a cérna keresztül megmondta a diagnosztikát. Nekünk mindegyik féle tudatállapot más légzést jelenti. Amikor dühös ember, akkor egyféle ritmusával lélegzik, boldog ember, megint más mintázattal lélegzik, akkor ugyanúgy a szívverés máshogyan működik. Szóval ezért a minden szervünknek a működésre máshogyan működik a szív. Hogyha egészséges összes szerv, akkor egyféleképpen működik a szívünk. Bármi kis dolog, ami orvosok még nem látnak, én emlékszem, hogy én egyszer elmentem egy vizsgálatra, a gyomorral, és ott semmit nem tudták mondani, pedig csövet is kellett benyelni. Maga egészséges, mondom, jó, jó, hát akkor mit fáj a gyomrom? Aztól, hogy nem látjátok semmi, attól mi mindig fáj, akkor most nem kell, hogy fájjon, amit nem látjátok, hogy semmi a gyomorba. Szóval nem, vannak olyan dolgok, amit akkor fognak észrevenni a most moderni diagnosztikára, amikor már neked sebb van, ami már nem lehet visszaállítani. De aki ismeri a szívet, az még akkor tud észrevenni, amikor szépen gyorsan lehet visszahozni a dolgokat. Utána felhívtam egy ajurvéda ismerős orvosomat, és akkor rögtön mondta, mi a baj. Mert, ja, nem is kellett elmenni vizsgálatba a hangomból már, mert a hangvibrációnk is más. Ez is egy ritmus, hogy hogyan beszéljünk, és nagyon nagy szakértők még a hangból tudják hallani, hogy hol a bibi. És akkor mondta, ez is ez van. Mondom, tényleg. Nem is mondtam, hogy mi a probléma, és ő mondta róla mindent. Utána gyorsan kikezeltünk. Szóval ez a szív többet tud, mint az agy. Lehet, hogy mindenféle dolgokat rákötnek az agyunkra, nem fognak sok minden megtudni. A szív többet kommunikál. Menjünk tovább. Ezért ezt tudja csinálni, mivel neki saját agya van, autonóm. A szívnek a működése nem függ a mi agyunktól, egyáltalán. Saját agya van, ő tudja, hogy kell működni. Ezért ő kontrollálja még a nagy agyunkat is. És igen, amikor ő kommunikál a testtel, ő kapja minden információt, minden
szervekről, mindenről. Küldi is, akkor van, amikor kommunikál az aggyal, de amikor aggyal kommunikál a szív, akkor inkább ő adja parancsot az agynak, és agy után a szervünket, szervezetünket változtatja. És egy példát mondom, van egy vágyom. A vágy az nem az agyban van, az a szívben van a léleknél. Ott van a vágy. És a szív ezt a vágyat lekódolja úgy, hogy kapjon agy egy megfelelő nyelvezete, mint a számítógépeken vannak programozó nyelvek. És akkor a szív átprogramozza a vágyunkat, hogy agy tudjon dekódolni, akkor az agy tovább kódolja a szerveknek. Például, hogy akarok enni valamit, akkor az fog kapni kommunikáció az agy, és akkor a szervek. És akkor így ember enni fog. Szóval ez kontrollálja. Visszafele is van, amikor az agy visszakommunikálja a szívnek, az csak 10%, és ez általában csak ilyen úgynevezett feedback, csak egy vissza riportokat küldi a szívnek az agyunk. Oké. Na most megnézünk együttest, hogy mert a sikerünk és a látásunk az együttestől függ, a szív és az agy együtt működésből. Lehet, hogy még egy pár dolgot mondanék még egy kicsit, hogy hogyan befolyásolja a szív az agyunkat, mert attól függ, hogy milyen állapotban van a szív, vagy a tudatunk, az agynak azt a részét fog ember használni. Beszéltünk a hűlő agyra. Melyiket még? Limbikus. Neokortex. Nagyon jó, köszönjük. Attól függ, hogy milyen állapotban van a tudatom, olyan a részt az agyból igénybe veszi az ember. Egy példát mondom, hogyha az ember állandóan, és ezt most egy kicsit vizsgáljátok, mert mindenki volt már ilyen helyzetben, mert ez most nem egy olyan információt kell, el kell hinni, hanem ez egy gyakorlatias dolgokat most mondom. Amikor ember éli át sok negatív érzelmet, akkor a tudat és szív kell szükölni. Akkor nem lesz kreatív, amikor valakinek mondanak mindig, te nem vagy semmire képes, te nem tudsz csinálni, megint ezt csináltál, és mindenhol kapja ezt, ember zárkozik a tudat, a szív. Akkor ez azt jelenti, hogy neokortex, az agykerek nem tud használva lenni. És minél negatívebb, akkor utána a limbikus is ki fog kapcsolni, és csak lesz az élet megmaradási ösztömön, hogy megölöm valaki, csak maradjam már meg én. Szóval így működik. Nekünk vannak jelek, amikor túl sok negatívet kapunk a fizikai érzésbe. Sokszor ami nem jó, de már a férfiaknak is megjelennek ezek a jelek, de a nőknek ez még kicsit normálisabb, amikor túl sok a negatív, akkor szorongás érzés, hogy itt szorong, itt érzem. Akkor lehet látni, hogy nagyon kezd görbölni a háta az embernek így. Mert szükül a tudat, az agynak funkciók csökkennek, és ez a testet is változtatja. Ezeket lehet tapasztalni. Amikor a pozitív körülmények között vagyunk, ahol bátorítanak, és hálásak, és akkor adnak ezt a pozitívumot nekünk, akkor nyílik a tudatunk. Akkor ember érzi, akkor most ezt is meg tudok csinálni, akkor kapja azt a szabadságot, teret, hogy kreatív lehessek, akkor tudjok másoknak adni szeretetet, mert amikor negatív, akkor bezárkozok. Szóval ez a tudatunk, meg az érzelmek befolyásolják, hogy szükülni fog a tudat, vagy nyílni, és melyik agynak, melyik szintet használjunk.
ez nem jelenti, hogy mi most nem tudjunk ezzel semmit csinálni, hanem mi tudjunk ezzel csinálni, és mindjárt ezeket fogunk megbeszélni. De előtte beszéljünk egy pár dologról, ötféle tudatszintről, itt majd fogok magyarázni ezek a szanszkrit szavak. Van öt tudatszint, ami azt jelenti, hogy a mi tudatunk tud összezsugorodni, és meg tud nyílni. És most fogunk párhuzamatot hozni, hogy milyen tudat, mit lát, mi az, ami siker erre, ezzel a látással, mert hogy emlékszünk, elején beszéltünk, hogy a siker azon múlik, mi hogyan látjunk a világot. Annyira sikeresebb tudok lenni. Oké, akkor kezdjünk az első, a csádita. A csádita az azt jelenti, amikor már csak egy pici csira van. Amikor a tudatom annyira szűk, hogy alig van jel a létezésről. Szóval nagyon be van szűkülve a tudat, nagyon bezárt, bezárkozott. Hát ebbe a tudatállapotban ember nem tud sokat látni, és hát itt nincsen semmi sikerélmény. Hát akkor sikerélmény, mikor alszik újra. Itt általában ember pont meg az állati ösztönök, a hüllő ösztönöknél még csak egy pár dolog, enni, aludni. Szoporodni még nem, néha-néha. Nagyon gyenge. Akkor, amikor nyílik a tudat, szankucsita, amikor már vannak jelek az életről, ember már próbál valamit csinálni, de ez egy nagyon... Hát ez az állati, ez a pont, amikor dominálni akarok, amikor egyszer élünk, nagyon szűk a tudat, egyszer élünk, és akkor, hogyha én kihasználom többieket, akkor nem, itt nem számít sem morális, nincsen, nem érdemes gondolni, mi a jó, mi a rossz. Az a jó, ami az enyém, ami nekem. Az a jó. A többi az nem számít. Szóval neki ez a siker. Amikor ő becsapja valakiket, kihasználta valakiket, akkor ő a sikeres. Szóval lehet sikeres, csak tudjunk, annak még vannak következményei. A következő, amikor nyitottabb embernek a tudatja, még nyitottabb, az azt jelenti, hogy morális és erkölcsi elvek fontosak. Jó ember lenni. Nem úgy, hogy én kitalálom, hanem ő tanul. Igazából mi az igazi jó, mi az igazi rossz. Mert itt ez a relatív, ami igazából most, ami van a világunkban. Most a jó és a rossz, az relatív. Tudjátok, ugye, hogy a Hollandiában lehet kábítószert fogyasztani. Hát ez a liberalizmus, ez egy relatív jó. Mert hogyha neked ez a jó, érez jó magad. Ez nem jelenti, hogy Isten szempontból ez jó. Szóval ez a legveszélyesebb dolog, amikor nem tudhatjuk, mi a jó, mi a rossz, mert mindenkinek más a jó, mindenkinek más a rossz. Ez állati. Ez az állati, mert állati, ott nincsen, ott minden jó, amit én első megragadom és megcsináltam, megettem, ez én az első nyúl az enyém, én voltam az első, az én vagyok a jó, ez a jó. Nem jó. Mert siker nagyon rövid. Rövid távra. Van siker, de nagyon rövid távra. Na most a másik, mukulita, azt mondják, itt kezdődik a normális ember szint. Mert itt csak a hüllő agy aktív az emberben, itt limbikus agy aktív, itt már agykérek is aktív. Mert itt már, mert a morális és erkölcsi élet szerint
Ez, amikor ember analizál, amit beszéltünk, ugye, hogy a agykérgel ember tud analizálni. Mi a jó, mi a rossz, hogyan csináltam, jó voltam most, vagy rossz, most megbántottam valakit, vagy nem bántottam most, volt igazam, vagy nincs igazam. Most ez velem, ezt teszi, miért? Mert én mind provokáltam, én csináltam valamit, hogy ő most ilyen velem. Na ez ritka nálunk, nem? Nálunk inkább van ez, reakció. Valaki nem jó szót hozzám, én akkor rögtön reagálok, és akkor harapok vissza, ugatok vissza, dobom a követ, nem a kenyeret, vagy jó, tavaly előtti kenyeret, ami olyan, mint a kő. Szóval ez társadalom. Hát most nálunk sajnos többségi ez a dolog. De nem baj, mert van lehetőségünk nyitni a tudatot. És morális erkölcsi elv, ott már van sokkal-sokkal nagyobb boldogságra spektrum, meg a siker érzés. De itt még látjunk, csak egy kicsit nyílik, itt csak belefér, csak a morális és erkölcs. Például ide belefér még olyan, mint ha valaki már akarja alternatív gyógyítások, vagy jógát gyakorolni, vagy tudja, hogy ahhoz, hogy legyek egészséges, ahhoz nekem kell valamit más életet élni. Vagy vegetariánus kell lenni, vagy sportolni, vagy jógázni, akkor itt ember már képes, van kapacitás megérteni a finom fizikai törvényeket. Akár a karma törvénnyel együtt. Az előző, itt nincs. Itt egyszer élünk. Itt ez a test vagyok, egyszer élünk. Hogyha valami fáj, vagy betegséggel születem, akkor nem én vagyok a hibás, a szüleim, mert genetikus a gének. Az a probléma a betegséggel. Itt ember tudja, van karma törvény, hogyha betegen születtem, akkor ez az én. Saram az előző életből a karma hozta. Az én karmám. Itt neki belefér. Ennek nem fér bele. Ennek már belefér a sokkal nagyobb. Okokozatot már tud látni. Itt nem. Itt csak én vagyok az ok mindennek. Na most tovább vikasítá tudat, amit láthatunk, még jobban nyílik. Itt már annyira nyílt a tudod, hogy belefér Isten az életébe. Az azt jelenti, hogy még aktívabb az agykérek. Szóval, hogyha ember nem használ agykérget, akkor sosem milyen opció, hogy megértsen, elképzelni, hogy létezik Isten, az nincs. Nincs Isten. Hát minden robbanástól jött létre, ős leves, valaki senki nagyon éhes volt, főzött ős leveset, és akkor ebből lett a világunk. Hát igen, ez itt van. Hogyha morális ember, akkor itt lehet. De nem itt. Itt már ember látja, hogy ahogy én mutattam itt az agyat, hogy magától létrejön, nem tud egy ilyen agyunk. És még nem is mentünk bele, hogy miket lehet csak 2-3 órát beszélni, csak az agyról. Akkor már tudja megértsünk, hogy ez nem lehet magától létrejönni. Szóval itt van ez. És amikor valaki látja Istennel kapcsolatban a világot, akkor úgy mondják, hogy kicsit később lesz egy pár idézet, akkor ő már lát világot úgy, ahogy van. Teljes kép. Akkor megint visszám egy kicsit. Itt nagyon kevés a világról lát, csak magát lát, én vagyok, létezek. Itt annyi világról lát, hogy a világból ki kell facsarni minden, ami nekem kell. Nem érdekel, mi lesz. Mi anyagot lehet gyártani? Dobáljunk. Kit érdekel? Ez már nem a miénk lesz, mikor meghalunk. Mi van? Globális felmelegedés? Egyszer élünk. Az nem, hogy óceánban tele van műanyaggal, hogy a állatok megfulladnak a vízbe, a tengerbe. Ez. Itt legalább mondja, figyeljetek, hát ne szennyezünk már be a dolgokat.
kicsit magasabb, nem? Aki vigyázzunk már a bolygónkra, mert van karma is, mert utána vissza fogunk ebbe születni. Amikor már következő életbe születesz, és sivatag lesz az egész világ, mert kiszárad minden globális felmelegedéstől, és akkor a száraz földből marad csak egy töredéke, mert elolvadnak a jegek. Ők ezek. Itt már látja, hogy van egy világ, van Istennek a terve, hogy működik mindenki lélek, teljesen máshogyan látja. Itt ő már tudja, hogy hát nekem mit kell, Istennel kell függni, ugyanaz mindent megkapom, ami itt a szinteken, enni, család, szoporodni, megvédeni, ez minden itt megvan itt, csak itt több van. És a siker, az független a körülményektől lesz. Hogyha én beteg lettem, az nem fog befolyásolni a boldogságomat. Hogyha halálos betegen vagyok, akkor se. Mert nem vagyok ez a test. Amikor egy autó már tönkre megy és ki kell dobni, hát nem leszek depresszióba. Sajnálom, mert jó autó volt, sokat szolgáltad, de hát nem baj, attól veszünk ki, lesz egy új kocsi. És akkor itt is. És végül purna vikásita, purna szó azt jelenti a teljes. Amikor teljes teljesen nyitott a tudat, ezek a általában már a mi nyelvünkön szent emberek. Például Jézus Krisztus, ő purna vikásita volt. Ő neki teljes nyitott volt a tudat. Mert ő milliméter pontosággal és tökéletesen látta az egész világot, mindent. És ezért ő volt a boldog. Ha valaki boldog, azok az emberek, és sikeres, mert siker megint az a sikeres, aki lát. Minél többet látsz, annál sikeresebb vagy. Miért? Mert akkor teljes képet látsz, és tudod, mit kell csinálni, mi történik veled, melyik szűk látás, nem értesz, mi történik veled. Megint COVID. Nem értenek, csak kijött ez a baktérium. Ez a szűk látás. Nem értjük, hogy mi történik. Nyitott látás, ez figyelmeztetés, hogy nem jó csináljunk a dolgokat. Mint a miért fáj valamikor valakinek a szerv fáj. Ez figyelmeztetés, nem jó. Vagy nem pihensz, ahogy kell, vagy nem táplálkozol rendesen, vagy túl ideges vagy. Ez csak úgy, ez szerv, gondoljon, nem van. A 13-e most bejelentem a fájdalmakat, most fájni fogok. Nem, a szerv nem szokott ezt csinálni. Hogyha mi kínózunk a szervezetünket, akkor fáj, de a fájdalom, ez biztonsági rendszer, az nem azért, hogy szenvedjünk van, azért van, hogy jelezzen nekünk piros lámpával, hogy figyelj, változtass meg a viselkedését, a cselekvését, a táplálkozását, a pihenését. Másképp utána mi fog történni, hogyha nem figyelünk egy egyszerű fájdalomra, akkor átmegy, úgy mondjuk, hogy nem visszafordítható a ponton átmegy, és utána nem lehet már meggyógyítani a szervezetet. És utána mondja, jaj, doktor, már nem lehet gyógyítani? Hát így hirtelen jött, de nem hirtelen jött, már 5 évig fájt. Miért nem csináltál semmit? Figyelmeztetve vagy. A világunk nagyon, nagyon óvatos velünk, és nagyon-nagyon finom. Picit figyelmeztet. Ez a pandémik, COVID, koronavírus, ez, higgyétek el, figyelmeztetés. Nem változtatjunk, addig fog figyelmeztetni, amikor már most még lehet visszarakni a világot, hogyha most megáll. Hát mert először meg kell tudni, ezért gyertek következő előadásokra, segítünk megtudni, mit kell csinálni, hogy ne legyen, hogy mit üzen nekünk ez a helyzet, meg kell tanulni. Hogyha megváltoztatjunk, akkor megváltozik az eredmény. Mert ez egy logika, ez most nem mondom egy nagy dolgokat. Például mostani helyzet mutatja eredményt az előző cselekvésnek. Mi megvárjuk, hogy elmúljon ez a helyzet, ami most van, karanténok, elmúlik. Hogyha folytatjunk ugyanazt, nem lehet más eredmény, nem? Ugyanaz az eredmény fog jönni.
Hát, hogyha epret ültetem, és utána gondolom, miért nem cseresznye jött, akkor nem. Hát, hogyha epret, akkor eper lesz. Hogyha akarok cseresznyét, akkor változtassak meg a cselekvés, akkor cseresznyet ültessek. Szóval így jön úgy, nekünk, mi most aratunk, ez egy aratás, de sokkor figyelmeztetés. Szóval ez, már itt már ember ezeket nem látja teljes képet, de érti, hogy igen, van ok, okozat, még nem érti, hogy mi ez teljesen, de itt már ember képes elgondolkodni. Itt már érti, sokkal magasabb, itt már teljes képet lát, és ez a kettő mindig tudnak, hogy kell cselekedni bármilyen nehéz helyzetben. Nekik nem kell gondolkozni, hogy na most itt mi legyen. Mert a szívünk, az kapcsolatban van Istennel, és amikor nagyon teljes mértékben nyitott a szív, akkor a helyes cselekvés, ez az alapprogram. De amikor mi be vagyunk szűkítve, akkor bezavarodunk, és akkor nem tudjunk, hogy kell viselkedni. Ezért, és hát nézzük meg, miért vannak elválások, miért nincsenek jó családok. Zárt a tudat. Hogyha nyit a tudat, nem is kell oktatni, hogy mit jelent férfi lenni. Most emberek nem tudnak, férfiak nem tudnak, mit jelent férfi lenni. A nő nem tudja, mit jelent nő lenni. Mindenki panaszkodik, nem működik a kapcsolat. A tudással kicsit nyitunk a szívünket, de ha alapban nyitott a szív, akkor mindenki tudja, mit kell csinálni. Mert ott a tudás az ott van, csak kell nyitott tudat. Oké, bírjátok még? Nem fagyott le a rendszer még? Nem kell újraindítani? Jó. Mindjárt nem sokára vége. Ezért rajtunk múlik, mi tudjunk, hogyha tanulunk. Beszéltem egy kicsit még arról, hogy a negatív érzelmek szűkítenek a tudatunkat. Pozitív érzelmek nyitatnak. De, és ez fontos. De akkor lehet mondani, hogy jó, akkor nekem mindig kell menni olyan jó körülményekbe, ahol mindenhol pozitív van. Olyan sose lesz. Ki már látta olyat, hogy minden pozitív körülötte. Nem. Nyilvánvaló, hogyha maximálisan pozitív, amennyire lehet, az jó, de hogy pozitív érzelem lesz, vagy negatív, az nem kell, hogy csak a körülményektől. Az elején igen fontos bekerülni egy ilyen közökbe, ahol van pozitív kapcsolatok. Az fontos. De ez csak induló pont, mert az igazi, ez a tudás. Mert a tudás megtanítja, adja nekem a kapacitást a negatív helyzeteket pozitívnak látni. És akkor sose nincs tudatszűkület. Ha mindig csak tágulás. Hát nézzük meg megint a Jézus Krisztust, amikor vele csináltak legnegatívebbet a végén, megverték minden, ő nem mondta, hogy én áldozat vagyok. A tudatja tökéletesen nyitva volt. Ő értette, mi történik, hát ezek szegény tudatlanok nem értenek, hogy Isten küldte engem, hogy segítsen, de nem értenek. Hát most mit csináljuk? És mit mondta Uram? Vagy atyám, kérlek, bocsáss meg nekik. Ez azt jelenti, hogy egy milliméterre nem szűkült be a tudat azok után, amit kapott. Értitek? Képzeljétek el most minket egy ilyen helyzetbe. Úgy bezárkozik a tudat, hogy állatok leszünk. Mert minél több szenvedés, akkor annyira bezárkozik, hogy ember utána meg beszélni sem fog tudni. Állat lesz. A szenvedés által nagyon degradál a tudat. De hogyha a megfelelő tudást kezdjünk alkalmazni szakértők segítségével, akkor megváltozik a tudatunk úgy, hogy a legnegatívabb az lesz legpozitív is. És akkor ez a lényeg. Mert amikor mi bekerüljünk ebbe, és akkor kezdjünk, csak engedjünk magunknak áldozat lenni negatív munkahelyen, körülmények, valami, hogy jöttek negatív emberek, és mi először bekerültünk, buf.
de utána nagyon fontos észrevenni, hoppá, na most én gödörbe mászok, nem fogok tudni kimászni. És nem engedem, hogy ők hatására én most negatív legyek. És akkor lépjek ki. Mert tudjam, ahogy csak negatív érzelmeket megengedem uralkodni, kikapcsol a neokortex. És akkor kész. Akkor el fogok veszíteni a látást, hogy kell látni a világot, és akkor süllyedni fogok. Ez is nagyon fontos, hogy ne engedjünk érzelmeknek, negatív érzelmeknek eluralni rajtunk. Ez egy gyakorlati most tanács, amit lehetne csinálni. És még egy nagyon fontos, hogy említettem elején, hogy nagyon gyorsan kezd romlani az agyunk. A természetes öregedés folyamatba kerül, már 30 év után kezd öregedni az agyunk, és minél idősebb, annál naponta több ezer sejt halt el. Ugye van 85-90 milliárd. Ez azt jelenti, hogy sokkal nehezebb később kezdeni. Nagyon nehéz, mert utána, mert amikor nincsen aktiválva annyira az agykéreg, akkor nincsen annyi, gyorsan halduklik a sejtek, és nagyon nehéz aktiválni, mert zavarodottság erősebben, szétszorodtság. Azért mi látjuk, hogy öreg emberek már ilyen néha nem tudom, hol vannak, szétszórtak, zavarodottak. Ez az agyhalál igazából, ez normális. Viszont, praktikus mégint, hogyha mi használjunk az életünket erre a tudásra, amit most is beszéltünk, főleg a lelki tudás, lélekről, Istenről és a többi, az egyfolytában frissen tart az agykérget. Ezek a témák. Egyfolytában, és lassítja az öregedést. Ezért nagyon sokszor lehet látni, hogy a szent ember, mikor utolsó pillanatban van, annyira tiszta, mint a kisgyereknek a tudatja. Mert teljesen meglassít. Ezért itt kettő dolog van. Egyik, hogy aki fiatal, az ne várjon, az most kezdjen, meddig még jól működik minden, mert utána nagyon nehéz lesz, mert a zavarodottság, a memória beakad, annyi sok funkció megzavarodik, és ezért minden fiatalabb, annál sokkal hasznosabb kezdeni, és lelassítja az öregedést az agynak, és mindig tiszta lesz. Szóval ezek a témák, ezt, mert ahogy beszéltünk, hogy agykéreg, mert hogyha beszél, ember csak enni, aludni, szoporodni, védekezni, csak erről törekszik életről, akkor egyáltalán nem használ agykérget. Nem? Hát ez a limbikus, meg a hüllő agy megy. De hogyha mi használjunk témákat, ki vagyok én, hogy kellene sikeres, mi a lélek, mi az Isten, na akkor agykérek használatban, akkor nyílik a tudatom, és nem öregszek agyilag. Nem leszek zokni. Végére megerősítsünk az én szavaimat egy pár idézettel Bhagavad Gita-ból. Itt mutatja a limbikus és a hüllő agy használatáról, 5000 éve ezelőtt le volt már írva, hogy úgy hívják, hogy hamis ego alatt van az ember. Amikor azt gondolja, hogy ebben a világban én kontrollálok a helyzetet. Kontroll alatt van. Most néztem híreket, nem baj, hogy megint kicsit pandemikról beszélek? Nincsen nektek májában még? De csak egy vicces volt, hogy hallgattam, és akkor mondták, az orosz híreket néztem, és mondták, hogy akkor ez a város, ez kontroll alatt tartotta a járványt. De tegnap kijött a kontroll alatt. Sose volt kontrollban. Ez a hamis ego, amikor én gondolom, én valamit kontrollálni. Nem tudsz ezt kontrollálni. A kontrollálni akkor tudsz, amikor megértesz, mit kell változtatni az életedben, mit máshogyan kell csinálni. Na, akkor tudsz kontrollálni, de úgy kontrolláljunk, hogy több maszk legyen, több az, kell ezeket, amit a
uvakodásukat, amit csinálnak, az is kell, szóval nem lehet egyikből másikba ugrani. Igen, be kell tartsunk a távolságot, a feltűtlenítés, a maszkokat, ez minden be kell tartsunk, ez mindenféleképpen. De igazi megoldás, hogy ne kelljen nekem egész életemben így járni, akkor megváltoztassam, megtanuljak, mi a viselkedésem legyen. Na akkor ez volt itt az egyik, hogy aki így lát a világot, a hamis a ego által, akkor ő gondolja, ő kontrollál, csak amikor jön a halál, akkor szembesülve lesz, hogy nem kontrollál semmit. Következő, még egy kis, még kettő lesz ilyen idézet, Bhagavad Gita-ból. Itt már mutatja a nyitott tudat. Ő nem csak látja, hogy én akarok itt kontrollálni a világot, tudja, ez a világ, az megy, neki van egy forgatókönyve, ennek a világnak van egy terve, egy terv szerint létre volt hozva a világ, terv szerint meg lesz, el lesz pusztítva a világ, ez tudja, ezért ő a belső gyönyörűt, a belső boldogságot keres, a kapcsolatban van a legfelsőbb úrral gyakorlatilag. Ez a titok, a látás, és akkor ott a boldogság, és megint itt a körülmények nem zavarnak meg. Aki azt gondolja, én kontrollálok, és hogyha nem így történik, a kisgyerekeknél lehet látni, hogy játszik, és nem sikerül. Nem tud kontrollálni a játékot, akkor szét fog törni. Szétdobálja a játékokat. Hát igen, amikor nagy gyerekek, akkor ugyanaz történik. De itt mindegy most a világ, hogy van, én belül vagyok. És akkor így jó érzem magamat. De hogyan látom itt a világ körülményeket? Itt a következő idézet. Azt jelent, ez arról beszél, hogy van egy szent, a bölcsek, akik sikeresek. Miért sikeresek? Mert ők látják mindenkiben lelket. Vidya vinaya sampate, sampane, brahmani gavi hasteni, sunichaiva svapakicha, pandita samadarsana. Ez a vers Bhagavad Gita-ból. És itt van samadarsana. Emlékeztek? Ezzel kezdtünk ma? Darsan. Mert ő egyenlően lát mindenkit. Mindenki egy lélek, mindenkiben van lelke, és igazán lelket is lát. Szóval ez nyitott. Ahhoz, hogy lássunk lelket, ahhoz nyitott tudat kell. Akkor fogunk tudni, mi történik, miért, mit kell csinálni, és a boldogságot nem tudja semmi megzavarni. Ennyit terveztem mesélni mai napon, vagy estén. Hogyha felmerültek valamilyen kérdések, akkor lehet kérdezni. Igen. Köszönöm, hogy feltettem a kérdést. Nekem három is van megállapítás, de akinek ennél kevesebb, azt átadom a szót. Ha nincs, akkor az elejében a közepén és a, illetve a vége közepén és az elejében szeretném kezdeni. A vége az, hogy a felejtésről mesélt Ragu. Öregapám is lenyugoztam, nekem mindig azt szoktam mondani, hogy fiam, nem az a probléma, hogy elfelejted, hanem amikor már elfelejtetted, hogy elfelejtetted. Annak is van fokozata, nem tőle tudtam meg, hogy ennek van fokozata. A Krisztus, meg ugye, amikor keresztet feszítették, ugye azt mondta többek között, hogy bocsáss meg neki, mert nem tudják, mit cselekszenek. Igen. Ugye azt is látta. Az elején meg ugye Darsan, Darsan? Darsan. Darsan. Azt, amit konkrétan körül veszünk. Na most, hogyha a védikus írásokat nézünk, akkor a látásunk ki szélesedik. És egyszerre tudjuk látni magunkat, környezetünket. Ezeket jól látom? Csak úgy. Igen. Jó látod. Jó a darsan. Igen, mert van, hát nekünk van kettő látásunk. A külső, ami csak a szem, és van a tudat. És kell fejleszteni a tudatunkat, látni szívvel. Akkor fogunk látni igazából. Sztereóba, 3D-ben, ilyen laposan látunk.
De mikor kapcsolódik a szív a lelkilátásunk, akkor igazán látni fogunk. Jó. Oké. Én azt szeretném kérdezni, hogy ha valaki látjuk, hogy beszűkült, lement limbikus állapotba, ezt hogyan lehet onnan kimozdítani, mire is? Nagyon jó. Hát először akarja kimozdulni. De ha nem annyira. Akkor legalább legyünk pozitívek, hogy kicsit nyíljon felénk, kicsit. Hogy adjunk pozitívet, megértsünk, együtt érezzünk vele. Adjunk pozitívumot, akkor kapja kicsit erőt tovább lépni. És hogyha egyik jó dolog, mikor mi vagyunk mellette, úgy, hogy mi már gyakorolunk, és ő látni fog példát. És akkor fog mondani, te hogyan csinálod, én is így akarok. De ez akkor fog lenni, amikor ő is fog akarni valamit változtatni az életében. Tudjunk még imádkozni, érte? Általában nem jó, nem helyes, hogyha mi csak egy életet látjunk. Mert például lehet, hogy mi elkezdünk érte imádkozni, vagy valami lelki dolgokat csinálni, és ajánlani neki eredményt, az biztos, hogy kezd neki nyitni a tudatot. Csak amikor be van szükölve, és látható legyen, az nem biztos, ebben életben meglátjunk. De következő életben biztos. Szóval nagyon fontos, hogy nincsen hiába, amit akarunk segíteni. Szóval biztos, hogy lesz eredmény. Egy példát mondom, a napkeltével. Most már ilyenkor 6 környékén kell a nap, de hogyha mi 2-kor kimegyünk, és a napkeltét várni, akkor 3-kor mondjuk, hát én csak várok, mert egy órát semmi, sehol nincs ez a nap. De a bölcs ember tudja, nem, egy órát vársz, ez azt jelenti, hogy sokkal közelebb már jött a nap. Csak még nem jött az a pillanat, hogy meg is lássunk a közelítést. De majd megjön a pillanat, amikor fogok látni, hogy tényleg már közeledik a nap. Szóval ugyanúgy másokkal. Mert sokszor ember van egy hamis elképzelés, hogy én most fogok segíteni, akkor neki most kell 5 perc múlva megváltozni. Nem, mert hogyha nagyon mély a karma, mondjuk így, nagyon mélyen le van nyomva és erősen van gúzsba kötve, mert ezek is törvények vannak benne, akkor idő kell. De én bízok, hogy ugyanúgy, ahogy napkeltével megjön ez a pillanat, ugyanúgy nála is megjön a pillanat, mikor meglátszik a változás. De ez vagy ebben az életben már lesz, vagy a következőben, de segítünk. Segíteni kell. Igen. Kérdezel. Hát úgy történik, hogy a lélek, amikor kerül ebbe a világba, hogyha bűnöket végez, végrehajtja, az szűkíti a tudatot, és korlátozza a szabadságot, szabad akaratot. És mikor nagyon korlátozza, akkor már nem tud emberi testet használni, akkor fog kapni kisebb testeket. Minél korlátozóbb a tudat, annál korlátozóbb testet kap. Például ott egy fa, az nagyon korlátozott. Annyit tudjuk, hogy él, hogy van zöld levele. A télen még azt sem lehet látni, hogy él vagy nem él. Ez ennyi korlátozott. Utána, amikor ember, szóval ember saját döntések miatt belekerül, vagy lélek, mi mint lelkek vagyunk, saját döntések alapján nem megfelelő cselekvéseket végzünk, ez eredményez szabadságkorlátozást, és bekerüljünk egy ilyen korlátozott testbe.
Ugyanúgy működik az ügyészet, a bűnügyi törvények, nem? Hogyha valaki megszegi törvényeket a világba, a Magyarországon, először, hogyha kisebb törvény szögés, szegés, a szögés? Szegés, köszönöm. Akkor csak megbüntetnek, hogy nem vettél matricát autópályára. De ez korlátozza a szabadságot, mert erre pénzre tudtad volna valami jókat csinálni. De korlátozva van. Nagyobb bűnt csinálsz, akkor jön az OPEC, adócsalás, akkor pár millióra korlátoznak téged. Megbüntetnek, hogy elveszítesz a céget, mindent. Még egy nagyobb bűn, akkor börtön. Akkor még, ez még több korlátozat, mint csak befizetni, és szabadán jársz ide-oda. De amikor börtönbe, akkor még jobban van korlátozott vagy. De még ott is csinálsz dolgokat, akkor még a cellába bezárják. Nem? Minden bűnösebb, annál jobban korlátoznak a szabadságod még itt is. Szóval a karmatörvény ugyanúgy működik, hogyha én csinálom valamit, akkor korlátozva leszek. Ezért nem mindegy, hogy élünk. Egyáltalán nem jó ez, ami most kínál minket a társadalom. Csak menj, csak vásároljál, csak élvezd, meg nem tudom én, céltalanul csak él. Nem, mert ez egy állati ösztönök az egész. Ez, most mit csinál a társadalom? Eszik, alszik, szuporodik, védekezik. Nézzük meg. Menjünk ki az utcára, azt kínál. Hol van egy boltba itt a főtéren, hogy lélekről van szó? Csak testről van szó. Itt kimegyünk rögtön balra, egoist. Ez a márka, bolt. Miről van szó? Hogy állat leszel. Hát ez. Mert ha nem tudjunk, mi az Isten törvény, akkor utána mondhatjuk, hát én jó ember vagyok, hát te csak ez egy gondolod. A gyilkos is jó embernek tartja magát. De nekünk ugyanúgy Magyarországon általában állampolgárnak kell ismerni a törvényeket, nem? Hát akkor mi állampolgárok vagyunk Isten világában, és nem ismerünk a törvényeket? Az kicsit nonsens. Vagy ki vezethet Magyarországon jogosítvány nélkül, aki nem ismeri a KRESZ törvényeket? Nem engednek. De akkor mi miért gondoljunk, hogy ebben a világban, Isten országában KRESZ tudás nélkül csináljunk? Csinálhatjunk, de utána a mi felelünk, és akkor szóval ez a felelősség, és akkor ember kerül lefele. Utána visszafele, ez itt már a második kérdéseknek a második fele, visszafele emberi testbe már úgy működik, hogy ott már nincsen szabad akarat döntés. Ott csak le kell telni az idődek. Mint amikor börtönbe mentél, utána hiába mit csinálsz. 10 év, akkor 10 év. Persze most már valamikor szépen viselkedsz, hamarabb kijöhetsz, de a karmatörőmben ilyen nincs. Ott megvan, akkor ennyi születés, ennyiszor kell születni. Abba egy sejt, ez is ugyanolyan lélek volt, mint mi, csak annyi sok butaságot csinálta, hogy ennyire ledegradálta, hogy egy sejtbe lett egy lélek. Letelik bizonyos száma születés ott, tanem egy följebb, meg van a hierarchia az állati és a növényi világban vannak nyitott tudatú és zárt tudatú. És akkor így megy lassan-lassan, több milliárd születés kell, hogy visszatérjen valaki emberi testbe. Mert ez lassan megy vissza. Oda nagyon, börtönbe gyorsan, nem? Csak menj ki, csinál meg valamit, törd be, öld meg, perc alatt már mész a börtönbe. De utána onnan már kikerülne nehéz, főleg a gyilkosság után. Szóval ugyanúgy itt is, az történik, és de hogyha tudunk, mi az élet a törvényei, akkor nem fogunk kerülni sehol. Lehet, hogy az én kutyám az valamikor ember volt? Nem valamikor, nem lehet, biztos. A lélek nem tud rögtön kutyába kerülni. A lélek örök. Nat evaham jatuna sam, nat vam nem in janadipa. Ez azt jelenti, hogy sose volt olyan, hogy mi nem léteztünk. Olyan nem volt. Sose lesz olyan, amikor mi megszűnünk létezni. Mindannyian, mindig.
Igen, és akkor kutya, igen, csinált, mikor emberi testbe volt valamiket, és akkor most bekerült a kutya a testbe. Tudjunk, van trükk. Például a kutya testből nem lehet rögtön emberi testbe, hogyha meghal a kutya, mert az még nem olyan tudatilag, nem annyira közel. Még van, ha már úgy tűnik, nem? Kutya minden ért, érzelmek, annyira már csak nem beszél. Én nagyon sok tapasztalatom van kutyákkal, volt kutyáim, tenyésztettem kutyákat, kutyaiskolában csináltunk dolgokat, szóval kutya hihetetlen. De mi mindig nem áll közele az emberhez. Mi mindig az a lélek, még egy pár állatba kell születni, amíg magasabb, és akkor ember lesz. Viszont, hogyha a házi állatnak kutya, macska, ló, bármilyen, ami nálunk van otthon állat, hogyha kap lelki ételeket, megvan, hogy milyenek, akkor az azonnal tágítja a tudatot, töröli a karmát, és következő születése emberi testben lesz. Mert neki már akkor, amikor lelki ételeket esz, akkor elkezdődött a lelki útja. És ezért kell rögtön ugrani emberi testben a léleknek, hogy folytasson a lelki útot. Mert állati testben nem lehet egyáltalán erről szó. Szóval itt tudjunk segíteni kutyáknak, macskáknak, de mit jelent egy lelki, majd itteni közösségtől meg lehet kérdezni, hogy mit jelent egy lelki étel állatoknak. És az egy nagyon nagy segítség. A legjobb segítség állatunknak, amikor úgyis valamikor meghalnak. Sőt, amikor lelki ételt kapnak, néha hamarabb meghalnak. Miért? Mert elfogy a karmájuk. Mert, mit tudom én, 20 évig lennék kutya testbe, ez egy karma. És akkor se kevesebb, se több, annyi lesz. De mikor lelki dolgokat találkozik, akkor kezd fogyni a karma, akkor kezd fogyni a testnek a élethossza. Így is működnek a dolgok. Válaszoltam a kutyás? Igen. Ahányszor csak lehet, adok neki mindig prasszágamot. Nagyon jó csinálat. Igen. Nekem is lenne amíg egy kérdésem a Védával kapcsolatban, hogy a máj, a nyugati orvoslás kimondja, hogy a máj az egy méregtelenítő szerv, ami összegyűjti a mérgeket a testben. Nem tudom, hogy az Ayurveda is hasonló állásponton van? Igen. Hát sok minden más is csinál, de főleg ezt. Igen. Hol van ilyen Ayurveda? Hát Szombathelyen nem ismerem, nem mondom, hogy nincs, csak azt mondom, nem ismerem. Budapesten van, én kettőt ismerem, hogyha kell, majd előadás után megmondom. Jó? És milyen gyakran születünk újra? Milyen gyakran? Után különböző. Azon múlik, hogy milyen életet éltem. Valamikor több idő nem kapok testet, valamikor rögtön kapok testet. Annyi változás van. Sok változás van. Általában hamar szoktunk kapni új testet. Úgy azt mondják a védikus írások, hogy halál pillanatban már megvan forma, hogy milyen testem lesz halál pillanatára. Mert a testünk épülés, felépítése, az finom szinten kezdődik. Nem csak úgy fogja magát anya méhébe, felépül valami, utána felnőttem, vagy megszületem, és akkor felépül. Az én testem most, ahogy kinézem, az már meg volt tervezve. Az már meg volt a halál pillanatban, hogy hogy fogok kinézni. Az csak megnyilvánul a durva szintre. Mint ezt a példát szoktam használni, ami nagyon sokat csináltam gyerekkoromban, a fényképek. Régen, mikor volt a fotópapír, először rávilágítottunk a filmről a sima fehér papírra a képet, és semmi nem látszódott rajta. Emlékeztek? Ki hallotta róla, hogy működik?
utána, ez a fehér papír, de utána, amikor beraknak megfelelő közegbe, előhívó a reaktívumba, vagy vegyszerbe, akkor látom, zzzz, megnyilvánult a kép. Ez azt jelenti, hogy az a kép finom szinten már rajta volt a papíron. Ugyanúgy a mi testünk, mi most minden döntéssel, ahogyan reagáljunk az életünkbe, építjünk a testünket, és halál pillanatban már megvan. Kész. Utána nem is tudjuk változtatni. Tudjuk, hogyha szenteknél veszünk menedéket halál pillanatban, és ők adnak az irányítás halál pillanatban, akkor tudjuk még változtatni, de átlag ember nem tud. Kész. Halál pillanatban megvan. Szokták mesélni azok, akik voltak klinikai halálon, vagy halál közel élménnyel, látták filmet az életről, hallottatok erről, ugye? Igen, lejátszik az egész film, és a végén megáll egy kocka. Általában. Utolsó kocka az megáll. És az megáll az a kocka, hogy milyen leszel következő életben már. Mert ez a lejátszás, egész életfilm, ez egy összegzés megy. Aha, és akkor ember érzi, fú, ott, ezt csináltam. Szóval részletek feljönnek, ami nagyon fog szégyen, meg fájdalom, hogy fú, ilyen butaságot csináltam, és van egy ilyen tehetetlen érzés, és most már nem tudok változtatni. Vagy fordítva, ú, de jó, hogy ezt csináltam, és az, fú, akkor most egy nyugodt szív, oké, akkor most rendben lesz valamikor. Szóval ez is, hogy fogsz félni a haláltól, vagy nem, még azon, ez is fog befolyásolni, hogy most hogyan cselekszek. Szóval megvan a forma, mikor meghalok, akkor én kilépek lélekkel és ezzel a finom fizikai testtel, és ott van a már beprogramozva az új test, és az csak idő kérdése, mikor megyek apjának a magjába, és apja magjával megyek anya méhébe, és akkor például anya méhébe az anya szervezet, ő csak alapanyagokat biztosít, semmit nem csinál. És az én tudatom, ami be van programozva, hogy milyen legyen a test, kezd építeni a csecsemő testet. Ezért, amikor valaki születik mondjuk is beteg, vagy nincsen egy vese, vagy valami, ez azt jelenti, hogy ilyen hibákat csinált az életbe, hogy halál pillanatra már megvolt ez a test, hogy ilyen hibával fogsz születni. Az nem a gének, a szülők miatt, vagy valami miatt. A szüleinktől, amikor mondja a genetikus betegség, minimális, amit kapunk. Inkább a saját dolgokat kapunk. Szóval így, amikor mikor kapunk testet, következőt általában hamar. És nem, mert van sokszor hallom emberektől, mondják, hogy amikor én választottam a szüleinket, nem, mi nem választjuk szüleinket. Csak szent ember képes választani, ki lesz a szülő. Aki szabad, aki lát, akinek van szabad akarata, mint a megint Jézus Krisztus. Ő választotta, hogy a Mária és a József lesz az ő szülei. És az atya megerősítette, ő is mondta, igen, ők lesznek. A szentek tudnak, mi nem tudjuk. Minket karma fogja, mint a rabok, amikor megvolt a döntés a tárgyaláson, akkor nem választasz, milyen börtönbe mész, nem? Ki fog, én nem akarok Kecskeméten, én Szegedébe akarom. Nem? Semmi. Oda mész, ahova megérdemeltél. Szóval ugyanúgy a testünk. Ameddig nem nyitott a tudat, addig börtönbe vagyunk zárva igazából. Nincs szabad akaratunk. Szabad akarat nyílik, ahogyan nyílik a tudat. Látjátok, amikor csak reagálok mindenkire negatívan, nincs szabad akaratom. Nyílik a tudat, akkor már nem fogok haragudni rá, akkor már van szabad akaratom, akkor miért nem haragszok rá? A negatív valaki hozzám áll, mert nem tud vele manipulálni. Én szabad vagyok. Amikor engem fel tudnak húzni, amikor én meg tudok sértődni, akkor velem manipulálnak. Én nem vagyok szabad. De akkor miért mondjuk, hogy én szüleket választottam? Nem választottam. Csak a szent. Jó így? Még egy kérdésem, nem, hogyha nem zavarom. A Ayurvédáról? Nem.
Akkor jó. Hát valaki egyszer igen mondta nekem, hogy a zene, a hang is egy finom anyag. Ezt pontosan hogyan is értette? Hát a zene tud lenni finom, tud lenni durva. Attól függ. Szóval a zene tud aktiválni a hüllőagyat, a zene tud aktiválni limbikus agyat, és a zene tud aktiválni a neokortexet. Igen. Például ezeket a rövid zárlatos zenék, a rockos dolgok, maximum limbikus, hüllőlimbikus. A szimfonikus zene a neokortex. Szóval így, nem, nincsen, hogy zene vagy ilyen, vagy olyan, bármilyen tud lenni a zene. Jó? Igen. Csak egy ilyen kis személyes kíváncsiságom, hogy ugye valamelyik ábrázolata volt, hogy a lélek és a tudat helye a szívben van. Ezt fizikálisan is ide képzeljem el? Vagy ezt képletesen értem? Nem képletesen. Mi a helyzet akkor? Szó szerint így van. Úgy, nem, ott vissza fog ülni az új szívre. És addig hol van, amíg a csalat? Hát amikor ide raknak, hát most én részleteket, már sose voltam ilyen védikus szívsebész, nem tudom részleteket mondani. Annyit tudok mondani, hogy ott, szóval személy, én nem változok. Tehát megmarad. Én megmaradom én, amikor nekem kicserélnek a szívem. Viszont az előző embernek, akinek a szívét átrakták, na az ő tulajdonságokat, a vágyokat át tudok sajátítani. És nagyon sok ilyen történet van, mikor volt egy, mondjuk egy fiatal, hát ilyen középkorú hölgy volt, és ő egy tiszta életet élt, muszáj volt szív átültetés, és egy fiatal fiúnak szívét átrakták, és azt mondta, hihetetlen, elkezdtem nagyon erősen vágyni dohányzásra, meg a sört elkezdtem kedvelni, szóval én ideig sose akartam ilyeneket csinálni. Szóval ez is, mert a szívbe az előző léleknek a lenyomata nagyon ott van. És hogyha mi megkapom másnak a szívét, akkor ez bezavarja a tudatomat. Én fogok maradni. És amit betettek szívet, abból hova lesz a lélek? Jó, hát az már meghalt, az donár szív volt. Ő már kilépett a finom fiúk. A lenyom, igen. Hát ugyanúgy, amikor mi, hogyha valaki kiköltözött a házából, ahol lakott sokáig, és mi bemegyünk neki a házába, ott érzünk az ő illatát, a hangulatot. Szóval ezeket lehet tapasztalni, még így is egy ember a lakásába. Akkor a szív az még, ott még közvetlenebb kapcsolat volt. Igen. Na most melyik pillanatban, sajnos nem tudom. Szívesen. Rendben. Élő testet elhagyhatja a lélek? Amikor elhagyhatja a élő testet, akkor az már halott test lesz. Mert lélek nélkül nem tud élni egy pillanatot test. A lélek, ez a különbség a halott és élő között, hogy ahogy csak lélek, ameddig benne van, addig működnek a funkciók minden. Mert ez a nem valamilyen vegyi kombinációnak köszönhető működnek életfunkciók a szervezetben, hanem pont a lélek miatt. Ahogy csak ő kilépett, abban a pillanatban esik szét minden. És akkor már halott testnek lehet adminisztrálni. És olyan se lehet, hogy benne hagyja a félállat, vagy nem hagyja teljesen. De, lehet. Lehet, de addig még mondjuk így, hogy minimális életfunkciók maradnak. Van olyan, amikor semmit nem mutat, de minimális funkció, hát úgy mondják, hogy van még egy ilyen szál, ami tartja a lélek, lehet, hogy ki is lépett. Hát mi a védák szerint, mi mikor alszunk, mi mindig kilépjünk a testből, nem vagyunk testbe. Álmodás, ez nem csak valami valamikor képzelés, de valamikor mi ott cselekedjünk. De mivel van egy kapcsolat, egy szál a testtel, mi visszatérünk a testbe.
de valamikor nagyon erős, ami klinikai halál, ami semmiképp lehető nem is mutatja, csak hát elmondom egy akkor történetet a anyukámnak az anyukájáról, nagymamájáról. Az nekem ki? Anyukámnak a nagymama? Most ők vagy déd? Dédmama. Őt 6-7 éves volt anyukám, amikor meghalt az ő nagymamája. Régen, nem tudom ki tudja, én még emlékszem, pici volt, amikor az én anyukámnak anyukája meghalt, 2 éves voltam, és emlékszem, erre képzeljétek el. Régen úgy volt, amikor valaki meghalt, akkor nem volt a temetőn ravatalozók, hanem hazahozták. Hazahozták, rakták székeket, és a koporsót berakták a nappaliba, a szobába, és akkor ott jöttek sírnivalók, minden történt, ahogy kell. És akkor a dédmamának a testét behozták, vagy a anyukámnak nagymamát, és akkor ott feküdt, és akkor mindenki sírt, és jaj. Egyszer csak felül a nagymama a koporsóba, és azt mondja, jaj, de éhes vagyok. Hát egy pár ember, buf, elájult. Segítettek kimászni a koporsóból, és akkor még sokáig élt a dédmamám. Ezt mesélt a nagymamám, vagy anyukám. Ő volt a szemtanú, és azt mondta, igen, és hát, igen, miért? Mert hát ez nem tudom, ez mikor volt, ez megmondom, ez ilyen 1940-es évek környékén volt. 43, 44, 45, így abban a környékben volt, akkor még nem volt boncolás. Csak hűtőházak voltak, és kész. Nem volt boncolva azért. Ezért nem tudom, ki emlékszik erre, nem tudom Magyarországon-e, szerintem itt is volt, mert voltak olyan időszakok, amikor eltemették valakit, akkor a kezéhez kötötték egy kötelet, és fönt volt a csengő. Mert hogyha visszatér a klinikai halál, akkor segítség! Most már nincsen ilyen szörnyű dolog, mert boncolnak embereket. Biztos, hogy halott. Nem tudsz már visszatérni, amikor üres a burkolat. Na, ez egy kis ilyen fűszer történet, estémese volt. Mindenki nagy örömmel tudjon aludni. Készülne november elsőre, másodikára. Jó, más kíváncság? Még egy kérdés. Mi van azzal, aki szellemekkel álmodik? Nagyon gyorsan kell, hát ez a limbikus agynak a problémája, és nagyon gyorsan kell a lelki tudást nyitni, a tudatot, lelki tudás segítségével, lelki gyakorlatokkal megtisztítani, mert amikor limbikus agyat használjunk, akkor mi tudjunk vonzani mindenféle tisztátlan dolgokat, mert szellemek általában tisztátlannak a mi tudatunknak. És a lelki témák, lelki tudományok, ők tisztítják a tudatot, és a tiszta tudatban nem fog jönni. A szellemek csak szennyes dolgokra jönnek. És hogyha tiszta tudat, kivilágított, akkor nem probléma, akkor elmennek. Jó? Oké. Ami leggyorsabb, hogyha valaki ne kelljen utána, mondjuk valami történik, ilyen szellemek, meg minden, és akkor nem kell, jó, igen, ezt beszéltek előadáson, akkor most mi ez a lelki, mi, most gyorsan mondom, ne várjunk. Hogyha valami történik, remélem nem történik senkivel, ne foglalkozunk szellemekkel, de ha már előfordult, csak mondjuk, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ez lelki hangvibráció, abban a pillanatban megtisztítja a tudatot. Abban a pillanatban nem tudnak mit kezdeni, a szellemek elmennek. Ez a leggyorsabb, leghatékonyabb.
Most az idő miatt nem fogok elmesélni, hogy egy történetet, de ami ez a mantra, az a Hare Krishna mantra, és szellemekkel kapcsolatban van ilyen történetek, hogy hogyan úgy. Mert ők nem bírják a tiszta dolgokat. Őket vonz tisztátlan, mikor ilyen kicsit ilyen negatív, nem tudok megcsinálni, kicsit áldozott vagyok. No, ilyen kis szemétdombok, amikor vannak a fejünkben, az nagyon vonzó szellemeknek. Tanyájuk. Ott tanyáznak. Hogyha otthon is rendetlenség van, nincsen szellőztetve, kosz, na, hú, akkor ez legjobb. De hogyha szép, tiszta, világos, rend, minden, azt nem bírják. Mert látják, hogy ez az ember egy erős ember, nem tudjunk uralkodni rajta, megyünk innen, keresünk valakit, aki gyenge. Még egy utolsó reagás. Hát ez most kérdezi a közönségről, hogy megengednek. Ja. Megengedtek? Még egy kérdés Krisztinek? Ja. Oké, okay, akkor kérdezz. Hát hogyan lehet az, hogy egyáltalán... Mert ő mondta, hogy a szellemek a tudatlanság kötőerejében vannak, mert ez a kosz, rendetlenség, depressziós emberek, alkoholizmus, ez mind a tudatlanság kötőereihez kapcsolódik. De hogy lehet, hogy ez vonzza a szellemeket? Mert ők abban vannak. Azonos azonost. Igen. A szellemek, ők ebben a tudatban vannak. Hát azért, mert szellemek. Mert aki lélek, aki jóságban van, az nem lesz szellem. Aki így éli az életet, akkor van esély, szellem lesz. Jó, mert ezek a szellemek életükben is tudatlanság kötőereiben voltak? Persze. Hát ez, igen, szellem, valaki, ez csak eredmény. Az nem csak olyan egy szellem, örökké szellem, nem. Ő volt emberi testben, nem csinálta... Nem tudta, hogy kell csinálni rendesen dolgokat. Eredményként most ez van. Uh-huh. Jó? Értem. Köszönöm. Jó. Hát, most nem lehet csinálni a sötétet. Csak fogsz mondani, hogy Hare Krishna, az kivilágított. Világítani fog neked az utat. Jó. Rendben. Itt a végére... Hoztam nektek kedvcsinálót, hogy megünnepeljünk ezt a két órának a végét előadásnak, hogyha fog lépni. Aha, ezt kikapcsolta. Nem baj. És akkor megünnepeljünk a végét kis tűzjátékkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy elültétek, és akkor igazi nem áldozatok a hősek, két órán itt hallgatni, figyelni, kérdezni. Köszönöm, ez nagyon élő volt, nagyon kedvesek vagytok. Mindenkinek kellemes további hetet kívánok, és egy nagyon izgalmas lelki utat az egész élet pályán. Köszönöm szépen, Hare Krishna! Hare Krishna.